A programsorozat június 7-én veszi kezdetét, a központi programok a Kossuth utcán és a Hősök terén zajlanak majd. Nem maradhatnak el természetesen az évek óta nagy sikert arató író-olvasó találkozók sem, a megyei és városi könyvtár tagkönyvtáraiban. Ráadásul a könyvtárak éjszakáján ingyenesen lehet beiratkozni a könyvtárakba. Vannak, akiknek az amúgy sem túl magas beiratkozási díjaink is megterhelőek, ezáltal szeretnénk olyan lehetőséget biztosítani, hogy akik esetleg emiatt távol maradtak, azoknak is legyen lehetőségük. Nem csak nekünk lesz ingyenes beiratkozásunk, hanem az Arany Bulla könyvtár, illetve a Vörös Marti megyei könyvtár is a télen a pavilonjukban erre lehetőséget adnak. A Vörös Marti Társaság egyebek mellett például könyvek, esszékötetek bemutatásával is szeretné ösztönözni az olvasásra az embereket. Ez a kor olyan, a televízió, egyebek elvonják az embereket az olvasástól, de mégis azt mondom, hogy minden rendezvény azt bizonyítja, hogy azért mégis népszerű az olvasás. Hosszú évek óta szervezi a város a könyvtárakkal és a Vörös Marti Társasággal közösen a rendezvényt, hiszen fontosnak tartják az olvasást, a programokat is az utcákra hozták, hogy jobban elérjen a célközönséghez. A megnyitót is a Hősök terére szerveztük. Azt gondoljuk, hogy Jókai Anna, aki nagy örömünkre a városunk díszvendége lesz az idei könyvheti megnyitón, Cserpakovics András megnyitásával talán felkelti azoknak az érdeklődését is, akik egyébként a napi menetben, akiknek nincs idejük odafigyelni arra, hogy éppen mi zajlik a városban. A 83. ünnepi könyvhéthez kapcsolódó programok már június 4-én elkezdődnek, és egészen június 14-ig várják az érdeklődőket. A szervezők minden esetőségre felkészültek. Rossz idő esetén a Szent István Művelődési Házba várják az érdeklődőket. A programokról bővebben egyébként a www.albatheka.hu weboldalon olvashatnak.